estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákkal foglalkozunk. Óriási játszótérré változott a belváros, idén is megrendezték a Hetet Hét Játékfesztivált. Az idei esemény középpontjába a mesebeli számok kerültek. Nagypapa papagája, a papa papagájának a papája. Színvonalas bábműsorok, gyerekkoncertek várták a látogatókat a belvárosban szombaton délelőtt. Egészen vasárnap estig tart a program, a hétvége a gyerekeké, ők maguk is egy mese szereplőjévé válhatnak. A bátor hősök a 9 állomásból álló 7 próba során többek között a 7 fejű tündérrel, a 7 kecskegidával, a 12 fejű sárkánnyal és a 7 törpével is találkozhatnak. Most éppen a gyerekek segítettek a kecskegidákat kiszabadítani a farkasnak a gyomrából, de nagyon óvatosan, hogy fel ne ébredjen. És köveket raktunk bele, és akkor most visszavarja az ügyesen a kisfiú, hogy a farkas ne jöjjön rá a turpisságra, hogy a gidákat kiszedtük. Úgyhogy ezzel egy jó cselekedetet tesznek a gyerekek, és ha még 6 állomásra elmennek, akkor utána Bellát ki tudják szabadítani a Hetet Hét Játék Múzeumba, és jutalmat is kapnak érte. Jó, és akkor ha megvan, akkor jöhetnek a kis kecskegidák. Mennyit evett meg a farkas? Hét. Hét, igen? Szuper, megvannak. Ezzel a gyerekek egy jó cselekedetet tettek a hétből. Ha még 6 állomásra elmennek, akkor Bellát, a bájos, kíváncsi porcelánbabát ki tudják szabadítani, akit fogságba ejtett egy gonosz boszorka. A küldetés mellett a felhőtlen szórakozási a főszerep. Csupa olyan koncertet váltottunk össze, ami nyilván gyerekcentrikusak és gyerekelőadók, de az utóbbi időben tényleg figyelünk, hogy a felnőtteket is szeretjük ideragasztani a székekhez, úgyhogy olyan jellegű zenekarok fognak felépni, tényleg nagyon nívósak, tehát zeneileg, hangszerileg is nagyon klasszak, énekes produkciók, és természetesen lesznek bárműsorok is. A Katánk zenekar nem először érkezett városunkba, egyenesen a Dunakanyarból, Vác környékéről. Nem először vagyunk Székesfehérváron itt a játékfesztiválon. Most az Üveghegyen túl című műsorunkat hoztuk. Azt lehet tudni rólunk, hogy megzenésített versekből szövünk mesét, kicsiknek, nagyoknak. Cserpalkovics András polgármester, a Munkácsi Mihály általános iskola másodikos tanulójával, Rátka Ilinával nyitotta meg a fesztivált, és együtt adták át az óvodák képviselőinek a Barangolás Székesfehérváron a Királyok Városában című kiadványt. Ez minden évben egy nagyon kedvelt program. Pápai Nóra az anyukájával, a nagymamájával és Fecó testvérével érkezett a gyereknapra. Első körben felhőkre vadászott. Még horgászok egy picit lehet, hogy a halasnál. Vasárnap interaktív gyerekkoncertre és különböző mesés előadásokra várják az érdeklődőket. A szórakozás mellett feladat is várta a kicsiket, nagyokat, meg kellett szerezni mind a 7 pecsétet, hogy megtörjön az átok. A gyerekeknek szent üzenet pedig, hogy útjuk során segítsenek a bajba jutottakon, szívük pedig legyen kegyelmes, mint egy igazi lovagnak. A legkedvesebb gyerekmesék szereplői és történeteik láthatók az Icsiligetben. 23 óvoda növendékei ültettek növényeket 2 négyzetméteres kiskertjeikbe. Jancsi és Juliska, Sűn Balázs és még 2 tucat mese elevenedett meg péntek délután az Icsiligetben. A szárazréti óvoda növendékei például Süsüt és kiskertjét álmodták meg. Süsüt csináltunk, ott a virágok körül van, és szereti a virágokat, arról híres a Süsü. Mi van a kertetekben? Mit ültetetek el? Rozmaringot, rózsát, meg itt körtefa is van. És maga a Süsü mióta készült el? Mennyi idő van benne? Hát ezt nem tudom pontosan megmondani, de... Olyan egy hét. A 2 méter hosszú és bő 1 méter széles előkészített virágágyásba egy gyerek történet szereplőit vagy jelenetét kellett megeleveníteni, így minden csoport a számára legkedvesebb mesét hozta el a versenyre. Mi a tematika, melyik mesét dolgozzák fel a kertben? Moha és Páfrány mesét dolgozzuk fel a gyerekekkel. Nagyon szeretik ezt a kis történetet, és ezért ezt választottuk. Egy hónap körülbelül, mire ez a házikó elkészült,
a szülők is segítettek benne, és természetesen a gyerekek is, csak azok még ott vannak, azok még beépítésre várnak. A város 23 óvodája már hetekkel a nagy nap előtt készült az eseményre. A díszítéseket a szülők, a nevelők és a gyerekek együtt készítették. A verseny napján azonban csak a picúrok és nevelőik ültethették el növényeiket. Lobic Ákos 9 évvel ezelőtt Mosonmagyaróváron megálmodta az apró kezek csodakertek versenyt, ahova 14-ben engem is meghívott zsűritagnak. Megismerve a versenyt, úgy döntöttünk, hogy kérjük dr. Árva István polgármester urat, hogy 16-ban a Mikit csoportunk, az Arany János iskolának az első osztályosai és a Gyöngyvirág óvodának az autista csoportja részt vehessen ezen a versenyen. Abban az évben Mosonmagyaróvár képviselte Magyarországot az Európai Virágos Falvak és Versenyek Városok versenyében, az Entenflower Europe versenyen, és polgármester úr elfogadta azt az ötletemet, hogy a mi gyerekeink nagyon ügyesek, én jól ismerem őket, ők helyt fognak állni. És valóban 16-ban a Gyöngyvirág óvoda harmadik helyezést ért el, az autista csoport, nagyon büszkék voltunk, és az Arany János iskolának az első osztályosai pedig az első 10-be bekerültek. Ez volt a kezdet. 16 és 17-ben 2 évet voltunk ott, és utána úgy gondoltuk, hogy polgármester úrnak, dr. Cserpalkovics András úrnak bemutatjuk ezt a versenyt, rengeteg képet készítettünk, hogy készültek a mi kis csoportjaink, és végül úgy döntött polgármester úr, hogy támogatja ezt a versenyt, és valami hasonlót mi is megálmodhatunk itt. A helyszín az Icsi-liget lett, nagyon örülünk, hiszen ez egy nagyon jó adottságú helyszín, itt elférnek az óvodák, és már tavaly is 23 csoport volt, és ebben az évben is 23 csoport jelentkezett. A mi kis kertjeink nagyobbak, mint Mosonmagyaróváron volt, mert 2 méterszer 1,20-as szélességű kis kertekről van szó. A célunk az volt, hogy egy-egy csoportból minél több gyerek odaférjen a kis kerthez. Itt szerencsére ez a helyszín adott arra, hogy a gyerekek közül mindenki, aki akar, dolgozhasson. De azt hozzá kell tenni, hogy a felkészülés is úgy zajlik, hogy mi már ezt előző évvel kezdjük a felkészülést az óvodákkal, az óvodavezetőkkel, tapasztalatot cserélünk a Mosonmagyaróváról, már 2015-től folyamatosan szakmai tanácsokat kapunk, Ákostól idejön, magyarázza, hogy csinálták, és azt gondolom, hogy ennek az eredménye lehetett az, hogy felkészülve az óvodák, bevonva a szülőket, tavaly is gyönyörű szép kertek születtek, és bízunk benne, hogy ebben az évben is. Minden évben fantázia nevet adnak egy-egy mesének. Mi nálunk szerencsére van annyi óvoda, hogy mi csak az óvodásoknak tudjuk megrendezni, mert úgy gondoljuk, hogy a hasonló korcsoportú gyerekeknek a versenye az mégiscsak korrektebb verseny. A tavalyi évben hagyományteremtő szendékkal rendezték meg a versenyt. Idén a pályamunkák zsűrizése egy 5 főből álló szakmai bizottság feladata volt. Ebben az évben az a döntés született, hogy zsűritagokat hívjunk. Mosonmagyaróváron is évek óta zsűritagokat hívnak meg. Ebben az évben nagy örömünkre Lobic Ákos el tudott jönni. Tavaly csak azért nem jött el, mert pont azon a napon egy komoly díjat vett át, egy nagyon-nagyon nagy kitüntetést, és meg kellett értenünk, hogy nem tudott eljönni, de most itt van velünk. Ő a zsűri elnöke. A zsűri tagjai között köszönhetjük, és felsorolok mindenkit, és a sorrendet az ne sértődje meg senki. Második évben van velünk Megyesi Éva, újságírónő, kertészmérnök, aki kezdetektől fogva Mosonmagyaróvári verseny nyomon kísérte, és kezdettől fogva, mint zsűri tag és újságíró minden évben megjelentett cikket. Tavaly már mi is bekerültünk, úgyhogy ő idén is eljött. Dr. Bocsi Andrea,
akivel 2012 óta dolgozom együtt, ő a Virágos Magyarország versenyének fővédnöke volt, Virágos Magyarország versenyben, európai versenyekben, és most pedig a Community in Bloom, ami tegnap lett bejelentve, hogy ebben is indul a városunk, annak ő az európai és magyarországi koordinátora, és nemzetközi zsűritag, úgyhogy vele is szakmailag 12 óta együtt dolgozunk, és nyilván a sok külföldi tapasztalatát felhasználva fogja most is a döntést meghozni. Tavaly már kérték az óvónők, és elfogadtuk, hogy legyen egy olyan szakember, aki tudja azt is vizsgálni, hogy a meséknek a neve és a megvalósult kiskert mennyire van összhangban, és Sohonyai Edittet meghívtuk, nagy örömünkre el is fogadta a meghívást, és azért ebben az évben egy olyan változás is történt, hogy azokat a kertészeinket, azokat a vállalkozóinkat, akik a városban dolgoznak, megkerestük, hogy esetleg tudnának-e támogatni ezt a versenyt. Nagy örömünkre támogatták, és azt a vállalkozót, aki Kis Tibort, aki a legnagyobb adománya járult ehhez a versenyhez hozzá, őt is meghívtuk. A zsűrizés szempontjai között szerepelt az ötletesség, a kertészeti megoldások, a külcsín, és persze legfőképp, hogy a kiskertek megvalósítása a gyerekek kezemunkáját dicsérje. Nagyon fontos, hogy a szülők, pedagógusok feladata az a felkészítés volt. Tehát azt kértük, és ezt nagyon sokszor megbeszéltük a pedagógusokkal, hogy most ebbe az egy órába, ami a gyerekek rendelkezésére áll, tényleg a gyerekek készítsék a kis kertet, ezt a zsűritagok ellenőrizni is fogják. Tavaly bizony volt olyan, amikor panaszkodtak egyik óvoda a másikra, hogy besegítettek a szülők. Hát ezt a versenyt most az óvodásoknak hirdettük meg, tehát azt is nézi a zsűri, hogy valóban a gyerekek dolgoztak el. Egy kert fog készülni, tehát a kertnek egy kert tervet fognak megvalósítani, tehát ez a sok kertészmérnök az majd azt fogja ellenőrizni, hogy milyen gyönyörű kertet kreáltak, alkottak a gyerekek több hónapos tervezéssel. Mennyi a kézi munka, hiszen, ahogy említettem, több hónapon keresztül készítik az apró berendezési tárgyakat. Hát emlékszem, hogy amikor az autista csoport készült Mosomagyaróvá, hónapokig festették a kavicsokat. Tehát itt a kis apró berendezési tárgyak, munkái, ötletei, milyen anyagokat használtak fel, ezeket is mind fogják figyelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közösen, egymással megbeszélve a tapasztalataikat fogják meghozni. Én azt gondolom, hogy bárki, aki ezen részt vesz, az nyertese, de jelképesen az első három helyezettet fogjuk jutalmazni. És lesz egy olyan vándorkupa, amely majd mind évről évre mindig az első helyezettnél lesz egy évig. Székesfehérvár városgondnoksága teremtette meg a helyet és az alkalmat annak a több mint 100 picikéznek, amik kisásokat ragadtak pénteken délután. Az eseményen részt vett Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere és Deák Lajosné önkormányzati képviselő, hogy jelenlétükkel mind a program haladtát, mind a kis kertészkedő növendékeket támogassák. Nagyon fontosnak tartom, a gyerekek minél korábban megismerjék a kertépítés örömét, egy kicsit kiszabaduljanak a mindennapi stressz alól, és egy kicsit kiéljék magukat a meséskertbe. Olyan meséket fognak elkészíteni, meséskerteket, ami a kedvenc meséjük nekik, hiszen minden nap szinte azt hallják lefekvés előtt vagy elalvás előtt az intézménybe. Hónapokon keresztül már nagyon lelkes készülődés történik az intézménybe, hiszen újrahasznosított dolgokat használnak fel a kiskertekbe. Itt a kisgyerekek saját maguk kis kezükkel készítik el ezeket a különböző kis tárgyakat. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körből megismerjék és magukévá tegyék ezt a szép kertészkedést, és tényleg a kis lelkivilágukat erősítsük ezáltal is.
Két hétig lesznek láthatóak itt az Icsiligetben ezek a kiskertek, az intézmények fogják gondozni, gyerekek ki fogják jönni, és egy kicsit megöntözik, vagy éppen rendbe teszik, hogyha valami történik velük. Én nagyon ajánlom mindenkinek, hiszen a legféltebb kincsünk, a gyermekünk készítette ezeket a kiskerteket. Vigyázzunk rá, örüljünk neki, és óvjuk meg, hogy ezt a kis szeretetet át tudjuk nekik adni. Az egy óra leteltével a zsűri megkezdte a kiértékelést, és nem maradt más hátra, mint az eredményhirdetés. Ezt a péntek délután egy ilyen nemes dologra áldozták, mint a kertészkedés, mind a gyerekek, természetesen mind a szülők és mind azok, akik erre a versenyre a gyerekeket felkészítették. Én 9 éve szervezem Moson-Magyaróváron ezt a versenyt, amikor kitaláltuk, ez volt a cél, hogy a családok egy olyan délután töltessenek el, ahol a nagymamák, az apukák, anyukák és a pedagógus egy helyen barátok itt tölthessenek egy olyan felejthetetlen délutánt, ami csak hasznukra vár. A verseny harmadik helyezettje a Rákóczi utcai óvoda Manc János tagovodája lett, Bogyó és Babóca kiskertjével. Második helyen a Hosszúsétatéri óvoda Tóváros tagovodája végzett, Élet az erdőben fantázia nevű alkotásukkal. Öten vagyunk zsűritagok, és higgyék el, hogy ez az első hely mind az ötünk egyhangú véleménye, és ebben azért többen vagyunk kertészmérnökök is, és teljesen egyhangúan döntöttünk. A legösszeszedettebb, a legformailag, a leggazdagabb gyerekek végezték a munkát benne, és hogy ne izguljanak annyira, a telhetetlen méhecske nyerte meg a versenyt. A vidám megmérettetés győztese, aki egyébként a Vándorkupát egy évig birtokolhatja, a Rákóczi utcai óvoda kis csapata lett, akik telhetetlen méhecske nevű kiskertjükkel léphettek a dobogó legfelsőbb fokára. Bár a Vándorkupát csak egy óvoda vihette haza, mindenki győztesként került ki a versenyből, hiszen a szórakozás és a környezettudatos nevelés a program célja. A szakmai zsűri döntött, de ízlések és pofonak, ahogy a mondást tartja. Mindenki dönthet, hiszen az alkotások még másfél hétig láthatóak az Icsiligetben. Incsiklandó ételek, kreativitás, középpontban a táplálékérzékenység. Országos szakácsversenyt hirdetett az Étrend Magyar Konyha Főnökök Egyesülete. A program döntőjét Felcsúton tartották szombaton. Nagy a sürgésforgás a konyhában. Majd érkeznek az incsiklandó fogások a szakmai zsűri elé. 12 döntős csapat mutatta be főzőtudományát Felcsúton, az országos közétkeztetési szakácsversenyen. A program középpontjába idén a táplálékérzékenység került. Gyakorlatilag 8 évvel ezelőtt azt láttuk, hogy a közétkeztetési szereplők egy picit bele vannak szürkülve a maguk munkájába. Ugye elég monoton ez az iparág, sajnos nem annyira színes, mint mondjuk a kereskedelmi szektor. Szerettük volna, hogyha ők is egy picit inspirálnak, egy kicsit alapanyagokkal ismerkednek, egy picit táplálékérzékenységgel foglalkoznak, egy nagyon picit a hazai alapanyagokra fajsúly kerül, tehát ezért is vontuk be az idejébe például ugye a táplálékérzékenység kapcsán a laktózmentes biotejet, meg a vadat, ugye, mint hazánk nagy erőssége, amit egyébként nem használunk kellőképpen, vagy kellő módon. És akkor így azt gondoltuk, hogy a közétkeztetési szereplőkkel kóstoltassuk meg a vadhúst, ez volt a kötelező alapanyag, és a döntőbe 12 csapat jutott, gyakorlatilag azok méretik meg magukat, mondhatóan az ország minden tájáról, tehát Keszthelytől, Kurityánig, Vattáról, nem is tudom, Budapestig, tehát tényleg mindenhonnan érkezett nevezünk, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen szinten meg tudtuk mozgatni a közérkeztetési szereplőket, és hát ha meg szétnézünk a vendégek között, hogy kik vannak, meg milyen a hangulat, akkor azt gondolom, hogy ez önmagában a szakmának egyfajta ünnepe. Hány fogásos menüvel kellett ma készülniük a versenyzőknek? A versenyzőknek 3 fogást kellett ma elkészíteniük, és nagyon fontos, hogy a reális alapanyag normát szabtunk meg. Ugye a versenyünknek az egyik legnagyobb üzenete talán az, hogy egy olyan reális nyersanyag normát szeretnénk, hogyha tudnánk használni, ami beépíthető, megjelenhetnek ezek a receptúrák majd a közérkeztetésbe ténylegesen, tehát nem csak rá van mondva, és nagyon fontos, hogy a mi versenyünkben sokkal nagyobb a belbecs, mint a külcsin, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt szeretnénk megtartani a jövőben is, hogy nagyon szép dolgok a trendek, meg nagyon szép dolgok az ételnek a tárolási módjai, meg mindent nagyon mi is tisztelünk, de azért van az a pont, amikor azt mondjuk, hogy sokkal fontosabb az, hogy az egészségre ez milyen hatást gyakorol, és azt gondoljuk, hogy ha az étel megfelelő minőségű hazai alapanyagból készül, akkor mindenképpen szerintem léptünk egy lépést előre, és szerintem ez a jövő nemzetékének gyakorlatilag lehet az alapja.
Nagyon fontos a mai, illetve hát mondhatjuk, hogy az idei motto. Miért tartják fontosnak, hogy a táplálékérzékenységet a középpontba helyezzék? Hát abszolút, ez egy egyre növekvő tendenciát mutat ugye a táplálékérzékenység. Mi ebből a, ugye a szponzorunknak, tehát ugye a Szájtej a szponzorunk, és a szponzorunknak köszönhetően mi a laktózérzékenységre kívántuk felhívni a figyelmet, és pontosan azért, mert egy magyar gyártó, magyar bioalapanyagból, ráadásul egyedülálló módon bioalapanyagból gyárt a termékeket, és pontosan annak az egyre nagyobb létszámban végülis ilyen táplálékérzékenységben szereplő személyeknek, akkor azt gondolom, hogy ezt a gyártót ezzel mindenképpen jutalmazni kell, hogyha erre külön figyelmet fordít. Nekünk, mint szakmai szervezet pedig hát mindenképpen ennek utána kell menni, meg hát valahol azért irányt is kell mutatni, én úgy gondolom, tehát egy szakmai szervezetnek azért valamennyire ez dolga. Ez adta az ihletet a verseny megrendezéséhez, amelynek természetesen a gyermekek is részesei voltak. A kisiskolások is zsűrizték a finomságokat, akik több kritérium szerint kóstolták az Incsiklandó ételeket. Az ízek, hogy milyen, hogy hideg vagy meleg, például, hogy sótlan-e, vagy hogy minden rajta van-e. A programot az Egyesület a Nébihjel közösen hirdette meg, melyre az ország minden tájáról érkeztek közétkeztetők. A verseny kiemelt célja az ételek modernizálása mellett a fenntartható gasztronómia társadalmi jelentőségének fókuszba állítása. A verseny alatt kötelező alapanyag volt a vadhús és a laktózmentes biótej. A 12 döntős csapat a 2019-es év közétkeztetője címért főzött, az első helyezett a Bihari Egyesített Szociális Intézmény lett. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket, viszontlátásra!